Óriási fejlődés történt ugyanis az elmúlt 7-8 év alatt a CT diagnosztikában, és nem 2, 4, 6 és 8 szeletes CT-k, hanem ma már lényegesen nagyobb szeletszám, illetve detektorsorú CT-kről beszéltünk. Ezek a berendezések lényegesen gyorsabb képalkotást tesznek lehetővé, és elsősorban mozgó, sőt szabálytalanul mozgó szervek vizsgálatát teszik lehetővé. Amiben tehát óriási előrelépést jelent ez a berendezés, ez a hagyományos CT vizsgálatokhoz képest, az érvizsgálatok, méghozzá a hosszabb érszakaszú érvizsgálatok, a mozgó belek megítélése, ami azért már alacsonyabb detektorszámú CT-kkel is lehetővé vált, és ezzel az invazív kolonoszkópos féltükrözéses vizsgálatok kiválthatók. Illetve hát az óriási áttörés az elmúlt hetekben zajlott betanítás applikációt követően, ezzel a CT-vel szív-koszorúér vizsgálatokra, koszorúér meszesedések okozta szűkületek megítélésére, szűrésre alkalmas ez a vizsgálat, és a tisztán csak diagnosztikus értékű katéteres szívvizsgálatot váltja fel,